barátom Jézus. Jó estét, gyerekek! Keresztény üldözőből apostol. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Apostolok cselekedetei 9:6. Miután Istvánt megkövezték, a papok fékezhetetlen haraggal fordultak a keresztény missziós csoportok ellen. Jézus követői, akik mesterüktől azt tanulták, hogy a békességre törekedjenek, most szörnyű üldözéseknek és bántalmazásoknak lettek kitéve Jeruzsálemben. A népvezetői úgy gondolták, ha szép szóval nem ment, erőszakkal majd csak leállítják ezt a Jézus követő mozgalmat. Minden kegyetlen eszközt bevetettek. Az egyik fő keresztény üldöző Saulus volt, az a fiatal írástudó, aki jelen volt István vértanú halálakor. A kivégzők köpenyét őrizve elégedetten nézte végig, ahogyan az első keresztény mártírt, Istvánt megkövezték. Saulus, amerre csak járt, kihirdettette, hogy halál vár mindazokra, akik Jézus követőinek vallják magukat. Mennyire gyűlölte őket, házról házra járt, s kivonszolta otthonaikból a hívőket, majd börtönbe záratta, vagy kivégeztette őket. Mindenféle tárgyalás nélkül. Keresztények százai menekültek ki a városokból, hogy a sziklák rejtekében menedéket leljenek, de Saulus megszállottan nyomozott utánuk. Mikor hírét vette, hogy egy csoportjuk Damaszkuszba menekült, oda is csapatokkal indult utánuk, hogy láncra verve visszahozassa őket. Saulus és emberei már majdnem elérték Damaszkuszt, mikor Saulust hirtelen mennyei fényesség vette körül. A vakító fényességtől a földre rogyott, s ugyanekkor egy mennyei szózatot hallott. Saulus, Saulus, miért kergetsz engem? Ő ámulattal visszakérdezett, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig bemutatkozott. Én vagyok az Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Saulus remegve, félelemmel telve csak ennyit válaszolt. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Kelj fel, s menj be a városba, és majd ott megmondják neked, felelte Jézus. A Saulussal tartó férfiak némán álltak, senkit sem láttak ugyan, de Jézus hangját hallották. Felsegítették Saulust a földről, és megdöbbenve tapasztalták, hogy semmit sem lát. Tapogatózva kereste az utat. A büszke fiatalember üldözőtársaiba kapaszkodva jutott el Damaszkuszba, ahol 3 napig nem látott, és nem evett, nem ivott semmit. Ez idő alatt azonban Saulus belső szemei megnyíltak, mert az átélt találkozás Jézussal mély hatást gyakorolt rá. Hallotta ellenállhatatlan, szelíd hangját, tapasztalta isteni fensőbséget sugárzó lényét, a belőle áradó hatalmasságot. Saulus eddig úgy vélte, hogy szereti, és a keresztények üldözésével szolgálja Istenét, akinek vélt akaratát vallása oly sok törvénybe foglalta. De most, hogy megismerte ennek az igazságos Istennek a szerető lényét, rádöbbent, hogy mindig is ezt kereste. Micsoda teherként nehezedhetett rá a bűntudat, hogy Isten hűséges gyermekeit üldözte. Mennyire elítélhette önmagát, amikor felidéződött benne, milyen jó cselekedetnek vélte, hogy ezeket a béketűrő, szelíd keresztényeket bántalmazta, s mindezt Isten nevében tette. Váratlanul egy férfi tért be abba a házba, ahol Saulus megszállt. Saulus testvérem, köszöntötte a betérő, aki tudta róla, hogy milyen félelmetesen kegyetlen keresztény üldöző. Ananiás vagyok, s az Úr küldött, hogy megnyissam szemeidet, és beteljesedj Szentlélekkel. Saulus szeméről azon nyomban, mintha pikkelyek estek volna le, és rögtön visszanyerte a látását. Felkelt, bűneit töredelmesen megvallotta, azután kérte Ananiást, hadd keresztelkedjen meg. Saulus ettől kezdve keresztényként élte az életét. A tanítványok eleinte nehezen fogadták be maguk közé, azt gondolván talán ez is cselfogás ellenük.
De Saulus csak úgy itta magába az apostolok tanításait, és alázatos életével bizonyította, mennyire hálás Jézusnak, amiért megbocsátott neki, és ennek ellenére szereti. Háláját úgy fejezte ki ezért, hogy Jézus egyik legnagyobb hatású ige hirdetője, leghűségesebb követője lett. Ő vitte el az evangélium örömhírét a világ számos földrészére. Hallottad már azt a kifejezést, hogy pálfordulás? Ezt Saulus megváltozásáról nevezték el, ugyanis Saulusnak később pálapostól lett a neve. Olyankor mondjuk ezt valakire, ha a korábbiakhoz képest egészen ellentétes irányban megváltozik a gondolkodásmódja. Milyen hatalmas fordulatot vett az ő élete is, amikor a kereszténység véres üldözőjéből Isten alázatos apostolává vált. Mi sem gondolhatjuk azokról az emberekről, akik rossz szokások rabjai, vagy durvák és kegyetlenek, hogy lehetetlen megváltozniuk. Isten segítségével minden lehetséges, azonban a mi döntésünk és bátorságunk is kell hozzá. Jó éjszakát, gyerekek!